kapaszkodás sok idő. Varázslattal gyorsabb. Terveztem hozzá egy egyenlő szárú háromszöget, hogy a szoknya rész extra hosszú legyen. Madárijesztő, mit gondolsz? Hát nem gyönyörű. Szívem, jól vagy? Hát persze, azt hiszem. Mindkettőt kérjük, és minden más féle francos darabot is. Oké, a tiédek. Szia, madárijesztő. Ez furcsa. Jobb, ha megnézem. Bádog ember, oroszlán! Nem bírok beszélni, és gondolkodni se! Kis és ápatnak tűz! Igen? Szerintem meg pont, hogy vörös. Madárijesztő, mi történt? Úgy érzem. Jó, hát ezt már mondtad. Azt mondta, nem bír beszélni. Se gondolkodni. Madárijesztő, hogy számolod ki a kör területét? A kör területe egyenlő píszer sugár a négyzeten. Ő maga is sugárzik. Kezdi elveszíteni az eszét. Jaj, de hisz ez szörnyű. Ne aggódj, helybe hozzuk. Megvan, oké, oroszlán. Első kérdés a fejtörőből. Mondd meg nekem, melyik tóban nincsen víz? Hát nem, az ajtóban. Még több szalvát. Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? Nem tudom, mit mondtál, de a megoldás akkor áll. Ez remek. Szénát! Lehet, hogy most kissé túllőttük a szénát. Sziasztok! Ugrabuk Téje professzor vagyok. A Téje jelentése tökéletesen eszes. Madárijesztő, memorizáld az egyenletet, és olyan leszel, mint én. A legnagyobbak tudósa. Egy páratlan géniusz. Feleletválasztós teszt nincsen? Kizárt, madárijesztő. X egyenlő Y-szor. Y-szor 2 mínusz... Már megint! Egyre többet veszít az eszéből. Madárijesztő elvesztette az eszét? Ez érdekes. Madárijesztő, az, hogy nem tudsz beszélni és nem bírsz gondolkodni, csak olyankor törred, amikor meglátod a foltvart lányt. Igen. És a válasz 10. A lány biztos boszorkány, és elvarázsolt a madárijesztőt. Egy boszorka, aki... Már olyan is, srácok, viszlát! Meg kell tudnom azt a varázsigét, hogy kipróbáljam Dorotit, és akkor a rubin cipellő az enyém lesz! Jaj, Doroti, most mihez kezdjünk? Más oka is lehet annak, hogy madárijesztő így viselkedik. Nem azért, mert a foltvart lány egy boszorka, hanem mert... Madárijesztő szerelmes! Szerelmes? Néha ilyen furcsa tud lenni a szerelem, de csak egy módon tudhatjuk meg. Hogy?